A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 17. alkalommal rendezte meg a Vállalkozók Napját. Az eseményen minden megye képviseletével mintegy 600 vállalkozó vett részt. A rendezvényen jelen volt Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter, aki beszédében azt hangsúlyozta, az államnak a párbeszédre kell törekednie a vállalkozókkal, akik egyben a legfontosabb szövetségesei is, ezért a legtöbb vitát kiváltott 400 négyzetméterenként előírt kereskedelmi foglalkoztatási kötelezettségről Lázár kijelentette, nincs ilyen döntés. Mi olyan patrióta, olyan támogató politikát akarunk folytatni, amely önöktől származik, önökkel együtt alakítjuk ki, és nem önöknek fáj. Ezért, amikor olyasmit hallanak, hogy a 400 négyzetméter fölötti üzleteknél hány és hány embert kell majd foglalkoztatni, ezt a döntést nem fogjuk meghozni. Sőt, nincs ilyen döntés, nincs semmilyen más olyan döntés, ami kárt vagy bajt okoz, vagy nehézséget, vagy kihívást, vagy akár lehetőséget, mindaddig, amíg erről örökkel, a vállalkozókkal és a bosszal nem állapodtunk meg. Demján Sándor üdvözölte Lázár János kijelentését, valamint az olcsóbb és hatékonyabb államra tett utalásait. A eltervezett kormányzati kiadás csökkentés, a költségvetési intézmények tervezett létszám karcsúsítása az 50-50%-os esély. Mert Magyarország történetében mindig volt egy igaz dolog, hogy a bürokrácia mindig foglyul ejtette a működő kormányt. És ez a bürokrácia és létszámcsökkentés, ami az adók csökkentését kell majd maga után vonja, ami a növekedés, tehát az adók csökkentése, a bérek és a növekedésnek az alapja. A rendezvényen elhangzott, a vállalkozók nap mint nap megküzdenek a kihívásokkal, amivel munkahelyeket és adóbevételt teremtenek. A vállalkozók azok arról híresek, hogy küzdenek, nem adják fel. Ha feladnák, akkor a gazdaság is nagyon nehéz helyzetbe kerülne, és a munkaerőnek a kétharmadát a kis és közepes vállalkozások foglalkoztatják. Tehát ők folyamatosan küzdenek, így eredményeket tudnak produkálni, és ezek az eredmények pedig őket predesztinálják arra, hogy elismerjék. A hagyományoknak megfelelően az esemény végén rangos díjakat adtak át az ország legkiválóbb vállalkozóinak. Az elismerések magasrangú állami és szövetségi kitüntetések, amelyeket csak a legjobb teljesítményt nyújtó gazdasági szereplők, vállalkozók kaphatnak meg.